Magyar forrásból? Garanciával a zsebedben szeretnél Mbumbéval fickándozni? Akkor irány a futpark, hiszen újra él a Krisztián kuponkód! Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és itt van velem ismételten Rekkál. Alig. És arra gondoltunk, hogy ebben a videóban csinálunk nektek ismételten egy Pack and Play nevezetű kihívást, amelynek a lényege az lenne, hogy a legdrágább csomagot kinyitjuk a sztorból, ami jelen esetben 500 000 coinba, vagy pedig 3000 FIFA pontba kerülne. Hát én arra az elhatározásra jutottam, hogy nem fogok már idén költeni a játékra, úgyhogy én 500 000 zsetonért fogom megvenni ezt a TOTS Elite Packet. Rekkál pedig FIFA pontból fogja megvenni ugyanezt. Na most ebben a csomagban 100 darab Rare Gold játékos található, ugye garantáltan 81 plusz játékos, meg van benne 86 plusz is garantáltan, 3 darab, 1 darab garantált 88 plusz, meg vannak player pickek is, amik ugye Team of the Season játékosok, ezekben 92 plusz játékosok lehetnek, nyilván 20 darab mérkőzéses LoL játékosok, és minden egyes itemünk ebben a csomagban untradeable, tehát nem eladható. Na, és akkor ő a lényege az epizódnak az lesz, hogy kinyitjuk ezt az 500 000-es csomagot, és a benne lévő játékosokból építünk egy csapatot, és játszunk egy mérkőzést egymás ellen. Mindent elmondtam? Igen. Nagyszerű. Akkor szólj, hogyha mehet, és nyílik is az 500 000 zsetonos csomag. What the fuck? 3, 2, 1. Barabi, barabum! Jön a nagy! Team of the Season! Portugál! Nuno Mendes! Azért valamit? Nem a Klaus, a Nuno az ilyen 200 000 körül van. Neked a Klaus jött? Mhm. Uh-huh. A Nuno Mendes 200 000 zseton. Uh-huh. Visszahozza a packnek a felét. Hát nem tud eladni. Ja, bazd meg tényleg. Geci, mekkora kretén tián vagyok. Hát bazd meg, itt mondom, hogy untrade a pack és sem. Van egy Todibó is nekem, meg egy Kabeja is mögötte, geci. Na nézzük, én is. Mi van mögött? Aha! Egy Günok, egy Bartakci, egy Son, egy Casemiro, egy Modric, egy Bernardo Silva, egy Vinicius, egy Alexander Arnold, egy Nkunku, egy Mendy. Igen, a Bardakci az nekem is kiesett. Az a TOTS, ugye? Aha, hopp, egy Son. Az big. Az amúgy abszolút nem gatya. Hát a 400 000-es pak, amit mi nyitottunk, az gatya volt. De ez ahhoz képest nem rossz. Jó, és akkor összeépítjük majd a csapatot? Aha. Jó. Rendben. Ez nagyon jó. Viszont a lónakat még nyitogatod, ugye? Persze, azokat is kihúztam. Jó, oké. Azt a kurva, miket ad. Hülye, ilyen Marquinhosokat nyitok meg ilyeneket. Hát ez is jó lesz nekem. Legalább lesz csatárom. Azt a... Hallod? Nagyon jókat nyitok. Hát ezek a lónok, ezek kurva jók voltak. Jó, hát a több, összes többi az gatya. Nekem legalábbis. Ez totál leves. De jó van az. Na, építem akkor a tímet, faszika. Nyomod. Jó lesz ez, bazd meg, bebasszom a Casemirót, hát ki nem szarja le. Jó van az úgy. Ja. Oké, kész vagyok, jöhet az inf. Oksi. Ja, menedzsert ne felejts el rakni. Ja, az nekem mindig van, tesó. Nem a Sanzon vagyok. Ezt hagyjuk majd benne a videóba, tesi zsákom, köszi! Koló Muani. Na, oké, invite-ollak. Jó, és akkor lejátszunk egy darab mérkőzést egymás ellen, aztán aki nyer, az nyer. A másiknak meg el kell diszkárdolni a 3 TOTS-ot, mit szólsz hozzá, amiket nyitottunk. Azt a mindenit. Elég durva TOTS-ok azért. Hülye, a Nuno Mendes nehogy el kelljen diszkárdolnom, mert az endgame lap. Az biztos. Az meg, ú, de jó mezeket választottunk, tesó. Jó az. Jó az úgy. Tesó, talicson van. Kap, bazd meg.
Oké, itt meg Saliba, Marquinhos, ilyenek vannak hátul. Nagy zsugással van dolgod. Meg Abdul Kerim, ez a neve. Jó hangzi. Leves kocka. Hello. Hát azért oda nyomtam egyet, hogy tudja, hogy hol a helyek ki karácsonyi csomagot. Hiszi nyáron. De én azt hallottam, hogy te rank 1 player vagy amúgy a Foot Campionesben mostanában. Ez igaz? Nagyon jó hallottad. Ez igaz? De amúgy miket pikkelti? Volt valami értelmes pikked? Renato. Na, az mondjuk nem rossz. Ez Vinicius? Aha, sima kártyája. Azt nyitottam úgy, hogy más opcióm nem volt. Ez gond. Osztán. Aha, meg a Nuno Mendeznek a Endgame kártyája, ugye? Amit emlegettem még az előbb, igen. Ez már az volt. És akkor most neked hogy lesz, hogy te végig streameled az egész nyarat? Hát ez jó kérdés. Az nagy labda, szép volt. Mi volt a kapusa? Nem tudom, hát ugye elkezdett kifele kamillázni, de úgyhogy meg sem mozdultam az öcskösömmel. Hát nyáron FIFA az nyilván az visszaesik. Milyen fasz csinálják nyáron ezzel? Hát, persze. Kicsit kevesebbet fogok én is majd pörögni valószínűleg. És nem terveztek valami nyaralást vagy ilyeneket? Ja, majd augusztusban. Vagy szeptember elején, majd meglátjuk. Ja. Hát mi is kiréztünk egy gyenge Dubaj, de... Ja! Tényleg. Most ez no joke, aha. De ez úgy lenne, hogy nem nyáron, mert ott nyáron megdög lesz, meg 8000 forint egy gombóc fagyi. Úgyhogy ez nem igazán az én pénztárcám még jelenleg. Ez baj. Mennyi, Vinike? Hát Vinike, nagyon nagy vagy! Jaj, de nagy! Kolo Muani! És ezeket a izéket próbáltad? Az szép volt. A Tots leva meg ezeket, a barszás kártyákat. Leva az nagyon jó, aha. A többit azt még nem. Ja, az igen. Yes. Hót azért kakó rendesen. Hát én a Modricot néztem, hogy az nagyon jó lehet. Meg a Haaland ellen játszottam, hát azt nem lehet megfogni, bazd. Meg az ellen játszottál már? Nem. Az valami elképesztő. Nem véletlenül kell, vagy 7 millióba, vagy mennyibe, vagy fasz tudja már azóta mennyi, de az kusztustalan. Hát a Pali az nyomta csak a sprintet és szaladt előre. Neked való akkor az. Hát az konkrétan én vagyok. Az, csoda, hogy Haaland neve van a kártyán, geci, nem az enyém, ezen csodálkozom. Tudom, hogy csak irigykedsz, hogy tudom a metát. FIFA 12 óta tudom a metát, srácok! Erről van szó. Az lesz. Te gól lett. Nagyon jó. Na ez a izé bejött, hallod? Ez a Versace. Most nem tudom, honnan jutott eszembe, bazd meg. Ez rossz? Aha. Aha, jó. Jó. Hát konkrétan kimosom a ruhámat, meg amin szoktam még szakadni, hogy bazd meg megtörölközök. Azt 3 hétig érezni, az szép volt. 3 hétig érezni, bazd meg az illatát a törölközőben. Tehát amíg ki nem mosom, bazd meg, addig érzed rajta. Mi a fasz? Hát én is beszartam. Nagyot vettél? Én 200 milliset bedurrantottam, geci, mert arra volt kedvezmény. Az olyan volt, hogy a 100 millis lett volna 30, azt hiszem, vagy 27, a 200-as meg volt 34, azt hiszem. Valahogy így. Úgyhogy az aranyáron volt szerintem. Most ilyen 40 felett van már bőven. Ezt a izét akarom még kipróbálni egyébként. Van ez a Savage, vagy mi a faszom? Arra még azt mondják, hogy az extra. Dehogy is. Öreg kombinációkba. Nem! Kurva! Hogy? Illetve imádkozó öreg. Dupla kapufa. Így már el lehet quickszellálni ezt a Nuno Mendes-t. Vinicius Junior.
Gol! Cű! Nem ment tovább az idő, dehogy is. Csak úgy láttad, amúgy középpályán voltam konkrétan, amikor elindultam, mert direkt ránéztem az időre, ez undorító volt. De hát csak a szoki. Virici Gusz! Jó labda volt sajnos. Mennyire okos, geci! Úristen, bazd meg, hát 300 IQ. Azt a kurva. Ez az ember. 300 IQ, ezt nem akárki teszi össze, gyerekek, csak 2013-as Christian. Biztos. Na, ha már Sanzon megkérdezte játék közben tőlem, hogy én mit várnék az EA Sports FC-től, akkor te erre mit mondanál? Mi lenne a leg... Tehát az az újítás, ami neked a legeslegjobban tetszene? Hát... Van egyáltalán egy, ilyen? Vagy egy, abszolút... Egy nagyot kéne mondanom? Hát, vagy így várakozás nélkül állsz neki a játéknak? Mármint érted, hogy nincsenek elvárásaid ezzel kapcsolatban. Az gond. Hú, bazd meg. Hát igazából... Több apróságot tudnék mondani. Mhm, jó. Mondjál. Mint ugye például a draftban például ugye a pozíció. Az ugye? Mindenképp. Okádék. Én ugyanezt mondtam, csak én a draft rewardokat. Tehát, hogy nekem az szánalmas, hogy behúztam 6 draftot 4x4-re, és a legjobb pakkom 25k-s volt. Hát igen. Tehát ez tényleg vicc. Régen baszki, ilyen 100k-sakat dobált a draft, meg 45k coin, de olyat nem látsz max évente egyszer, és azt sem magadnál, hanem streamernél esetleg. Hát, valami új játékmódot is adnék amúgy. Azt én is. Meg én, aminek nagyon örülnék, ha tényleg ezek a női ikonok, ezek bekerülnének, mert az egy tényleg jó újítás lenne, hogy nem csak férfiakkal játszol, mert ez a folyamatos Bappé, én is ezekkel játszom, de bazd meg igazából kényszerből. Mert tudom, hogy egyébként nehezebb játszani, tehát hiába, de tudom, hogy nem ezekkel a metákkal szeretsz játszani, de az még így nehezebb dolgod van sokkal. Most nyilván mindenki maga dönti el, hogy kivel játszik, meg mit tudom én, de valamilyen szinten rá van az ember kényszerítve arra, hogy ezeket a játékosokat használja. Ekambi! Nagyon jó vagy, aki amúgy Kolomuani. Jó lesz ott Toko Ekambinak is most. Jó az. Hát jó, a draft az mindenféleképpen. Azt igen, valahogy fel kellene fullozni. Viszont ami nekem nagyon net, amit nem értek, tehát hogy miért promózzák a FIFA 23-ban, vagy hogy miért promózhatják a FIFA 23-ban az EA Sports FC-t, ha egyszer mást akarnak a FIFA-ra, érted, hogy mit akarok mondani? Ez szép volt. Csoda, ezt most nem értem. Tehát, hogy az oldalsó táblákon promózzák az EA Sports FC-t például most is. Igen. És hogy az mi a faszér egy FIFA 23-ban? Tehát értem, hogy ugyanaz a kiadó lesz, egy EA Sports, de most nem a, tehát nem a FIFA, az szép volt. Nem a FIFA-hoz kéne nézni, érted, mit akarok mondani. Hogyha már az egy lezárult dolog lesz, akkor... Most ugye, most nem tudom én, hogy lesz az ugye, hogy most kettő játék lesz ugye, vagy mi. Hát ezt akarnák, de szerintem arra nem fognak találni céget. Ja. De az IFC az a fix, hogy jön, ugye? Így van. Hát arról már júliusban lesz info. Így van, a másikról semmit nem tudni. Na mindegy, kíváncsi leszek rá, hogy ebből mi lesz. Meg amúgy én láttam olyan leaket, hogy már kint van a játékosnak a izéje. Vagy mi a játéknak a menüje. És full ugyanaz a menüje, mint a izébe, mint a FIFA 23-nak, csak kicsit átalakítva. Hát ha már azon se javítanak, akkor szerintem a gameplay-en se sokat fognak. De lehet, hogy ez még fake, ki tudja. De bétának volt írva. Igen, igen, sanszos. GG faszika, nagyon szépen kösz a gémet! Ez jó volt. Jó volt. Én és akkor a discardokat még vegd fel, majd mindenképp köszönöm. Ja. Ad még mindenképp legyen benne a videóban. Várjál. Ja, mert te a izét nem vetted fel a gameplayt, mi? De hát az is ott maradt, hogyha kell. Úgyhogy ja, akkor nagyszerű. Eldiscardolom a lónokat, viccosz. Ne a lónokat. Miért most az izé másikak, az, vagy most kiket nyitottál egyáltalán? Tessék! Kiket nyitottál? Todibót, ezt a Bardakcit,
Jó, hogyha nem tudod visszahozni őket, akkor nekvixel lesz. Meg a kabelját. Hát a lónokat, azokat elkukázom. Jó, nyomasd. Hogy legyen gyereknap. Egye fene. Amúgy se szeretem azokat. Na jó, ennyi akkor, ugye? Így, aha. Jó. Srácok, hogyha tetszett ez a videó, mindenképpen jelezzetek egy lájkkal, illetve ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel mindkét csatornára, a komment szekcióba pedig légy szíves jelezzétek, hogy milyen kihívásokat látnátok még szívesen a csatornán. Rekának a csatornáját, illetve a videóját megtaláljátok a leírásban, és akkor innen folytatjuk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten játszottunk egy mérkőzést. Én is köszi. És találkozunk a következő videóban. Ciao, ciao, szevasztok!